Március 13-án szombaton rendezték meg a Hegyvidéki Sportmaxban az Öreg Fiúk Nemzetközi Labdarúgó Tornáját. Ezen több lépcsős rendszerben lehetett eljutni a döntőig, mely idén a kerületi rendőrkapitányság tagjaival felálló csapatnak sikerült. Mint Fülöp Walter elmondta, szükség van az ilyen tornákra, hogy a heti feszültséget levezessék a kapitányság dolgozói is. Mint fogalmazott, a foci nem csak a testnek, hanem a szellemnek frissességét is segíti, nem beszélve a közösség teremtő erejéről. Ez egy Öreg Fiúk Nemzetközi Foci Torna, máltai ellenfél is van, olasz, angol, ukrán csapat is érkezett, és az olaszoktól talán kettő is. Három csoportra osztották a 12 csapatot, tehát 3-4 fős csoport van. Az első helyezettek jutnak automatikusan a felsőházba, és az a három csapat, aki megnyerte a csoportját, ő fog küzdeni az első helyért. Nekünk rendőröknek annyi közünk van hozzá, hogy az egyik foci csapatban többen vagyunk a Hegyvidéki Rendőrkapitányságról. Együtt jártunk annak idején rendőrtiszti főiskolára, és a szakmánkat is szeretjük, de szabadidőben a sportot is, többen közülük futballoztunk. Az épp testben épp lélek igazságát azt mi rendőrtisztek már ideje korán felismertük. Tehát ez egy nagyon jó kikapcsolódás számunkra, de több is, mint kikapcsolódás. Egyrészt fizikálisan elfeledteti velünk a mindennapok gondjait, másrészt pedig együtt vagyunk, barátok, ismerősök, és ilyenkor a végén akár még egy sör is belefér nekünk, rendőröknek is, és természetesen utána nem vezetünk. Mint Terjék László elmondta, ahhoz, hogy meg tudják őrizni kondíciójukat, a rendszerességen van a hangsúly. Így, ha csak lehet, el kell menni focizni, vagy ha más nincs, akkor futni, úszni vagy kerékpározni, és akkor az akadályokat is könnyebb legyőzni. Mi 1992 óta ismerjük egymást a csapat különböző tagjaival, és úgy gondolom, hogy ez látszik is a meccsen. Többünket már többször műtöttek, de reméljük, hogy addig még bírunk járni, addig fogunk focizni, és mikor sportolok, akkor másnap, illetve hosszú távon is sokkal fittebbnek érzem saját magamat. Például a jogszabályokat is sokkal könnyebben lehet, vagy könyveket sokkal könnyebben tudok olvasni. 4 alkalom az, amire a szervezetem beállt, és hogyha ez nincs meg, akkor igenis elvonási tüneteim vannak például. A rendőrkapitány és a kerületi rendőrökkel felálló csapat végül a döntői kimenetelben 29 gólt rúgott, és mindösszesen egyet kapott. A döntőben a Levanta ellen is nyerni tudott 3-1-re, így a nemzetközi tornát fölényesen megnyerte.